Jó vagy? Jó vagy? Szóval voltál? Nem ettem semmit, ennem kellene. Igen, az lehet. Kedves vagy. Hogy hívnak? Alex. Téged? Juliet. Egyedül vagy Juliet? Igen, a többiek hazamentek. Most meg mit csinálsz? Én is megyek. De nem motorral, ugye? Mit mondasz? Juliet, nem mehetsz motorral. A magas ősz férfi társat keres. Megjöttünk. Ébredj. Megérkeztünk. A francba. Gyere. Behívnálak egy italra, de tudod, itt van a pasim. Legalábbis átmenetileg. Nem sokára Kínába utazik. A karrier mindenek előtt, érted? Köszönöm. Ugye nem rontottam el az estédet? Bocs. A novellám megjelenését ünnepeltem. Ez az első, amit kiadtak. Ha érdekel, elolvashatod. És itt a számom is. Jó, köszönöm. Tessék, a harmadik az enyém. Egy eltévedt párról szól. Még egyszer bocs. Szia, Alex. Szia, Juliet. Szia. Három hónappal később. Ó, David. Juliet még alszik? Igen. Maga korán kelt? Nem tudtam aludni. Volna egy munkám magának. Nem nagy dolog, de legalább lenne egy kis pénze, meg elfoglaltsága. Tanítsa meg apámat számítógépezni. Jó, de nem hinném, hogy ilyen körülmények között... Nem szólunk magáról, meg Julietről. Majd azt mondom neki, hogy egy kollégám fia. Kedves, hogy gondol rám, hogy rám gondol, de vannak terveim. Tudom, hogy nehéz újra kezdeni a munkát. De szedje össze magát, Alex. Heti néhány óra munkától nem lesz semmi baja. Juliet is örülni fog, hogyha néha el tudja vinni moziba, vagy ilyesmi. Igen, igen, ez igaz.
De a helyzet kicsit... Ne aggódjon, apám nem fogja tudni, hogy maga Juliet barátja. Szia! Megint ez az ócska pulcsi. Na és? Nem látja senki. És én? Én nem számítok. Miért? A régi gépem. Én vettem egy újat. Meglátod, mennyi mindent csinálhatsz vele. Klassz lesz. Ezt neked küldték. Ezek a régi filmek csak elszomorítanak. Shanghai. Peter Stein részére. Ez meg mi a csoda? Ragú maradékból. Egyszer még megmérgezed magad. Legalább megszabadulsz tőlem. Apa! Mit teszem így ma este? Tessék, a ravioli. Azt ebédre ettem. Nem is tudom, hát akkor mondjuk... Kérd meg Madame de Costát, hogy vegyem valamit. Nem akarom. Az túl sokba kerül. Egyre kevesebbet eszem, és egyre többet fizetek érte. Istenem, milyen zsugori vagy? Így legalább többet örökölsz. Szükséged is lesz rá. Válság, globális felmelegedés, kínaiak, nyugdíjat követelő baby boom generáció. Nagy bajban vagy. Ha néha kimozdulnál, akkor talán jobb kedved lenne, szabad? Mi az, te ittál? Egy kortyot se. Az orvos világosan megmondta, hogy nem ihatsz a gyógyszereidre. Tudtad, hogy ez a fiú Shanghaiba költözött? Apa, kérlek, nem duzzoghatsz egész életedben, ez már csak így van. Mi van így? Az unokádnak új barátja van, és ilyen az élet. Örülnöd kellene, nem haragudni rá emiatt. Nem a nagyapja fog eldönteni, melyik fiú felel meg neki. Nézd! Nem bírom az ilyen kütyüket. Na és milyen az új fiúja? Nem rossz. Nem rossz. És miből él? Ne nézz már így. Legalább keresel egy kis pénzt. Biztos jó lesz. És ha itallal kínál... Nemet mondok. Na, menj. Sok sikert. Este találkozunk. Tudja, hogy engem nem nagyon érdekel a számítógép. A lányom akarta. Szóval ő dönt maga helyett? Legközelebb ne késsen. Régi módi vagyok. Számomra a pontosága tisztelet jele. Válaszol egy nicket. Hogy mit? Egy becenevet. Írja, hogy Piero. Így hívtak fiatalkoromban. Tehát beírtam a lányát Sylvie-t, és az unokái Juliet és Simon, ugye? Julietet ne írja be. Nem vagyunk jóban. Jó, Simon maradhat? Meglátogathatna. Még egy scootert is vettem neki. Micsoda neveletlen generáció. Kat. Szóval rákattint Sylvie-re, aztán hívás, és tessék, már beszélhet is. Apa, minden rendben? A munkahelyén van? Igen, ott vagyok.
Ah, megint ez a bacak pulcsi. Miért nem vettél fel másikat? Most, hogy ott a tanárod. Alex, hogy halad a papa? Lassacskán. Eléggé megküzdött az egérrel, de már sokkal jobb a helyzet. Hát csak egy kis gyakorlás kell neki. És amúgy jól viselkedik. Főleg az kell, hogy megértsen, mire jó ez az egész. Az a pár emlék a C64-ről most nem igazán segít. Hallottad, papa? Ha jól figyelsz és tanulsz, be tudsz vásárolni a neten, vagy egyedül is fel tudsz hívni. De hát hívhatlak telefonon, nem? Elvrehozták a megbeszélést, kellene. És nem értem, hogy a bevásárlás még már kellene? Nem hallja, letette. És nem lehet visszakapcsolni őt diszkréten? Meglessük? Nem lehet. Nagy kár. Ezzel a kamerával fotózni is lehet. Ide kattintunk. Látja a kis ikont? Ez az én képem. Kattintson kétszer. Nem rossz. Kezd menni a dolog. Így jön. Nem mondom meg Szilvinek. Ő az unokám, Simon. A lányom Szilvi, a férje Bernard. És a lányunokám Juliet, akivel rosszban vagyok. Meg a volt barátja David. Elhagyta. Mire a fiú elment a kínaiakhoz? Nagy kár. Julietnek most másik fiúja van, aki rajta élősködik. Nem lesz hosszú ügy. Ez a lány nem bír magával. Amint talál egy rendes fickót, rögtön másik kell neki. És az ott kicsoda? Ő Madeleine. 2 éve halt meg. 50 év házasság, és a szerelmünk nem fulladt ki. Bár vele lehetnék, már nélküle kész vagyok. Most már sajnos mennem kell. Nos, nem mondom, hogy nagy élmény volt, álszent dolog lenne részemről. Az is elég, ha kifizet. Ó, elnézést. Azt hittem, hogy a lányom... Ő azt mondta, maga fizet. A feleségem halála óta ki sem léptem a házból. Agorafóbia. Szilvi mondta, hogy mindig dugdosít készpénzt. A csatorna célja egyértelmű. Elcsábítani a fiatalokat, de megtartani a régi nézőket is, akik öregek. Aha. A főszereplő egy törvényszéki orvos. A törvényszéki orvos egyet jelent a halállal, és ez kényes téma az idősebb korosztálynak. Röviden, minél természetesebb a halál, annál ijesztőbb az öregeknek, és unalmasabb a fiataloknak. Szóval a fiatalokat úgy foghatjuk meg, ha elég véresek vagyunk. Nem szabad finomkodni. Csonkítás, kínzás, kilógó belek, ilyesmi. Kérek egy kétoldalas ízelítőt, és ha jól sikerül, megkapod a szerződést. És ezért a két oldalért fizettek? Eddig mit írtál? Hát mindenféle... Nem érdekes. Azt számít, amit produkálsz. Rendben? Rendben. Lepj meg. Jó, jó. Köszönöm. Így jó lesz. Fiúk, segítene valaki? Nem. Megyek. Most már jó lesz. Nagyon kedves, köszönöm. Simon, segítenél? Nem érek rá. Lehet, hogy bevesznek egy sorozatba. A lekvárt ne a hűtőbe. Szóval akkor valaki mást kell keresni az apja mellé. Már van szerződése? Nem, először csak két oldalt írok, és ha tetszik nekik, rám bízzák a forgatókönyvet. A barátom Szebb mondta, fizetnek a két oldalért? Még nem. Hát akkor egyelőre maradhat apámnál. Ez is munka, aztán majd később meglátja. De van még más is.
Micsoda? Az apja folyton Davidról beszél. Skype-olni akar vele. Ne aggódjon, nem adom meg neki David címét. Juliette pedig úgysem beszél úgy, hogy nincs baj. Azért ez elég beteges dolog. Ahogyan az is, hogy a lányom ennyi idősen hazaköltözik, mert az új fiúja egy centet sem keres. Hogy pénisznövelő módszer. Üdvözöljük Sánkhájba. Szerelem első pillantásra. Frissítse fel szerelmi életét. Férfi keres nőt, nő keres férfit. Nő keres nőt, férfi keres férfit. Felhasználó név Piero 98, születési idő 1934. április 16-a. 1984. április 16-a. Csatoljon egy fotót. Egy ikon. Mint egy kis iránytű. Fölül van egy fül, ami mintha rádió hullámokat ábrázolna. Nem működik. Nyitva van az ablak? Már nyitva van. De így sem működik. Nem érne rá később. Ha nem tudom maga nélkül használni, akkor minek az egész? Sánkháj hatalmas. Nagyon zsúfolt, nyüzsgő és csupa meglepetés. Izgalmas, de kimerítő is. Hiányzik Párizs. Milyen a munka? Elmegy. Semmi extra. Ki az ott? Az internet tanárom. Hello. Hello. Tud valamit Juliette-ről? Nem. Kérem, ne legyen szigorú vele. Ilyen az élet. Nem is érdekli, hogy hogy van? Nem. Két nappal ezelőtt Skype-oltam vele. Nincs túl jó paszban. Tényleg? Miért? Úgy tűnik, gond van az új barátjával. Nem valami életre való szegény. Juliette-nek kell anyáskodni fölötte. Képzelje, ott laknak Sylvie-nél. Ne. De! Nem lehet igaz. Sylvie ezt persze nem mondta el. Nem lesz hosszú kapcsolat. Na és te? A kínai lányok? Hát még igazából nem sikerült kihevernem Juliette-et. Volt egy-két kaland. Nem, semmi komoly. A kalandozás kellemes. És kínai lányokkal sokkal egzotikusabb. Mikor jössz? Lehet, hogy a hónap végén egy-két hétig Párizsban leszek. Majd beugrom. Nagyon jó. Mennem kell. Viszlát. Ciao. Kedves fiú. Ahányszor jövök, mindig megítat. Mert kellemesebb magával, ha ivott egyet.
Szeretnék megismerni egy gyengéd nőt, aki toleráns, nyitott, és szereti felfedezni az ismeretlent. Küldés. Martin vagyok, 32 éves. Kíváncsi, merész, türelmes és kedves. Szép és tartós szerelmi történetet keresek. Duszet vagyok, 33 éves. Dinamikus, sportos, vállalkozókedvű, gyerekszerető társat keresek. Dohányzók kizárva. Karolin, 35 éves. Zárkózott, félénk, kíváncsi, egyszerű. 1 méter 58. Zöld szemű. Csábos szemű, 39 éves, boldog pillanatokat keres. Dauphin, 32 éves, félig német, még nem volt férjnél. Rokon lelket keres, csupa meglepetés, belevaló. Szeret utazni. Jó estét, Flora 63. Jó estét, Piero 98. Hogy érted azt, hogy nyitott nő, aki szereti felfedezni az ismeretlen? Kapcsolat legyen szenvedélyes és felvillanyozó. Hagyjuk el a járt utat. Mármint szexuális szempontból? Nem kifejezetten a testi örömökre gondoltam, de az is része lehet a dolognak. Boncoláskor műanyag darabkákat találtak az áldozat gyomrában. Zacskóba csomagolt drogot nyelt le. Figyelsz, Juliet! Az orvos további megállapításai. A fiatal nő hüvelyk és mutató ujját levágták valamilyen kétpengélyű eszközzel, valószínűleg metszőollóval. Mondd, kinek akarsz tetszeni? Senkinek. Mi ez a hülyeség? Már egy órája szépítkezel. Igen, mert jól akarok kinézni. Ez nálunk fontos. Na, mit gondolsz? Miről? Arról, amit olvastam. Szerintem klassz. Tényleg? Igen, tényleg. De ne ringasd magad illúziókba, durva a verseny. Ezt most hogy érted? Senki nem lesz forgatókönyvíró vagy énekes egy csapásra. Hogy jön ide az énekes? Csak hasonlat volt. Én itt hajtok, hogy szerezzek egy kis pénzt. És végre elköltözhessünk erről a rohadt helyről. Te meg... Csak egy kicsit aggódom, ennyi. Mi a baj? David azt mondta, nem jövünk ki túl jól. Tudod, nagyapád mindenáron skype-olni akart vele. Gyakran panaszkodsz így neki? Nem. Alex, én néha úgy érzem, kicsit elsiettük a dolgot. Néhány hét még nem elég, hogy összeköltözzünk. Tudom, a körülményeit hozták így, de... És ezt vele kell megbeszélned? Nekem mennem kell, nem fogsz elkésni? De, rohanok is. Alex, akkor megjavítaná a zuhanyt. Igen. És venne egy csomag WC-papírt is. Öröm. Viszlát este? Ha? Szia, anya! Figyelj! David még nem heverte ki a szakításunkat. Csak segítek neki. Azzal, hogy csevegsz vele a kettőnk problémáiról? Elnézést, akkor megjavítja a zuhanyt, Alex? Mindenképpen. Indulnom Öröm. Kell. Ma írom alá a szerződést. Jó így? Van Skype-od? Ha nem bánod, inkább maradnék az írásnál. Szerintem sokkal romantikusabb. A profilodban nem írtál a munkádról. Mivel foglalkozol? Sinológus vagyok. Sinológus? Hűha! Akkor beszélsz kínaiul. Nem csak beszélek, hanem írok is. Izgalmas lehet felfedezni egy ennyire más kultúrát. Láttam, hogy hétfőn lesz a születésnapod. Talán találkozhatnánk akkor. Az áldozat egy kamaszlány. A sérüléseit valamiféle izzó fémtárgy okozhatta. Valószínűleg egy vasaló. A legmeglepőbb, hogy az áldozat arcát előtte széthasogatták, és mintha a vágásokról az égési sebekkel próbálták volna elterelni a figyelmet. Van érzéke a drámához?
Ez ritkaság, higgyél. Komolyan. Ó, igen. Nézzük például Juliettet. Az egészségügyben dolgozik. Azt hiszi, segít az embereknek meggyógyulni. Pedig a gyógyszerlobbi épp úgy működik, mint a fegyverbiznisz. De a fegyvereknél legalább tudjuk, hogy ölni fognak. Ez így őszintébb. Maga nős, Alex? Nem, nem, de van valakim. És mit csinál holnap este? Holnap este? Nem is tudom, miért. Jól van? Igen. Néha olyan fájdalom nyíral a hátamba, hogy összegörnyedek. Előbb-utóbb értem jön a mentő. Üljön le. Óvatosan. Jobb már. Hányszor ez rám jön, végig gondolom, mit csináltam aznap, az előtti nap. Vagy a héten is, akkor rájövök, hogy az életem már nem sokat él. Jó, hogy itt van nekem. Már nem bírom elviselni a magányt. A holnapi nap megfelel. Hol találkozunk és mikor? Mondjuk a Floreában. Kellemes hely, ott ihatunk valamit. A címe... Rue de Richclair 19. Kicsit ideges vagyok, de izgatottan várom a holnapi találkozást. Plusz a dekóder, a DVD lejátszó, a videó, ez összesen 4 távirányító. Belezavarodik az ember. Most működik? Nem, nem, még nem. Ne, most, Alex, vacsorázunk. Egy perc az egész. Várjunk. Nem, mégse semmi. Piáros. Halló? Igen, és maga? Nem működik. Nem, dehogy is, nem zavar. Menjek át most? Már jó. Jó, rendben, átmegyek. Működik. Igen, viszlát. Áthívott. Vasárnap este? Talán beszélgetni akar valakivel. Ugye elfogyott a pihája. Így jó? Igen, működik. Jó, szuper. Ez furcsa. Ne várjanak meg, kezdjék el nélkülem. Miért nem engem hívott apa? Szilvi, senki ne nyúljon a tévéhez, jó? Ha? Senki ne nyúljon hozzá. Most szuper. Ördögi masina. Soha nem hittem volna, hogy kapcsolatba kerületek nők ezreivel, anélkül, hogy kilépnék a lakásból. Igen. Ne áruljon el. Főleg ne Szilvinek. Úgy szégyellem. Maga fáradozik, hogy tanítson én meg. Ó, semmi gond. Ami a legjobban aggaszt, az a holnapi randevú. Randevúja lesz. Menjen el helyette. Nem. Csak most az elsőre. Nem. Hogy tudjam, Flora, gondol-e rám? Szó se lehet róla. Nagyon rokonszembes nő. Gyógytornász. Felfogta, hogy mit kér tőlem? Valakinek, aki történeteket ír, ez hatalmas lehetőség. Az ihlet forrása lehet. Mondom, nem. Bocsánat. Magányos vagyok. Madeleine halála óta. Amikor írtam ennek a lánynak, úgy éreztem, mintha... Tényleg nevetséges. Menjen csak vissza a barátnőjéhez. Hagyjon magamra a problémámmal. Képzelje magát az én helyembe. Épp azt csinálom. Kárpótlásul. Ezt nem fogadhatom el. Tudom, hogy szüksége van rá. Nekem meg arra, hogy megtegye.
Mindenki jól jár. Ez nagyon jó. Jó étvágyat. Köszönöm. Meg kellene mondani neki az igazat. Mert amikor rájön, hogy átverted, akkor... Apa egy kicsit jobban van. Kár lenne ezt elrontani túlzott őszinteséggel. Ugye apa tényleg jobban lett? Igen, csak beszélnie kellett valakivel. Gyerünk, gyerünk! Szerintem az lenne a legfontosabb, hogy látogassák, felhívják. Magányosnak érzi magát. Mozogjatok már! Szeretetre vágyik. Ha azt akarja, hogy szeressük, legyen kedvesebb. De vett neked egy scootert. De mivel vidítottad fel? Azt mondtam neki, hogy még az ő korában is találkozhat valakivel. Gyerünk már! Ha ettől végre kimozdul... Mozgás! Bár hülyeség. Miért hülyeség? Pierre fizikailag rendben. Csak épp nem hajlandó rendben és tisztán tartani magát. Igen. De jó, hogy ezt mondta neki, ha fesz felrázza. Igen! Az a baj, hogy a helyzet nem fog javulni idővel, és hallani sem akar idősek otthonáról, vagy segítségről. Igen, igen! Nem tudom, hogy mihez kezdünk vele. Ha nincs más megoldás, még mindig idehozhatja. Van elég helyük. Na végre, így kell ezt csinálni. Ez az! Szia! Nem dolgozol? Boldog születésnapot! Meleg van itt. El akarsz utazni? Holnapra visszajövök. Azt hiszem, jót fog tenni. Nyomaszt a bezártság. Tényleg? Hát persze. És hová mész? Nem kell mindent tudnod. Azok után, amit értettettem, elmondhatnád. Egyelőre még nem vagy a gyámom. Na és mi lesz, ha valami történik mondom, veled, apa? Hogy holnap visszajövök. Jó kedvű vagy. Meglátogatsz valakit? Nem kell visszamenned dolgozni? Számítógép órám lesz, és utána rögtön indulok. Jó napot, Alex. Jó napot. Nem tudtam, hogy ma is van óra. Pedig van. El akar utazni? Tényleg? Ez szuper. Igen, de nem mondja meg hova. Ha esetleg ki tudnál szedni belőle, akkor... Mi lesz? Nem tartunk ma órát? Jó van, akkor én már megyek is. Itt a jogosítványa? Igen, miért? Kocsit béreltem. Messze van? Brüsszelben. Brüsszelben? Ugye viccel? Tudja, én nem értek ezekhez a dolgokhoz. Amikor láttam a lány profilját, azt néztem, ki ő, nem azt, hogy hol van. Szép lány, megéri az utat. Na de én nem mehetek el csak úgy. Vonattal még talán, nem tudom, de kocsival. Már nem volt jegy. Későn kaptam észbe. De Brüsszel az 4 óra. Vagyis 4 oda és 4 vissza. Talán ez az utolsó, hogy én... Egy kis plusz. Nincs szükség a japán tanigapózra, ha ott a repülő sárkány vagy a hegyi teknős. Ha azt nézzük, hogy Kína a legrafináltabb és kifinomultabb szex útmutatókkal ajándékozta meg a világot, amelyek tekintettel voltak a női higiéniára és élvezetre, a mai modern valóság kissé sivárnak tűnik. Miért épp sinológus vagyok? Mert a sinológus művelt ember. Ugyanakkor kalandor is. Szerintem ez nagyon csábító. Ígéretes, ha érti, mire gondolok. Maga hol dolgozott? A közigazgatásban. Először egy kórházban 72-ig, aztán a vulkanológiai intézetben kezeltem a vulkanológusok számláit,
akik utazgattak szerte a nagyvilágban. Míg én az irodában ültem. Nem az igazi. Ő úgy se ért hozzá. Legyen maga biztosabb. Valahogy mindig olyan legyőzöttnek látszik. És én milyennek látszom? Engem eléggé stresszel a helyzet. Butaság. Csak egyszer fiatal, és a lány elragadó. Már van barátnőm. Nem kell történnie semminek. Csak helyettesítsen engem egy estére. Á, igen, megvan. Forduljon jobbra, rögtön ott lesz a szálloda. Mi az, hogy szálloda? A kocsiban akar aludni? Szállodáról nem volt szó. Még az éjjel hazamegyünk, engem várnak. Tessék. Már kicsomagolt? Nincs is semmi cuccom. Nézzen ki az ablakon. A bár, ahol randevúja lesz, épp itt van szemben. A szállót a Google mappal találtam, ismeri? Mindenki ismeri. De Google, nem Google. A fő, hogy praktikus. Majd mondjon el mindent. Azok mire kellenek? Hogy tovább éljek. És tovább bosszantassam magát. Van itt minden. Szívre, keringésre, koleszterinre, cukorbetegség megelőzésére. Tápláléki egészítők, vas, magnézium, vitaminok. És persze emésztés segítő. A sok tablettához. Még nem mesélt a lány jelleméről. Meg ilyesmikről. Tudnom kell, miket mondtak magukról. Nincs jobb a spontaneitásnál. Ha túlságosan felkészül, nem lesz hiteles a karakterem. Sodrodjon az eseményekkel, és minden rendben lesz. Mi ez a borzalom? Csak nem így akar oda menni. Ezt én fel nem veszem. Az fix. Randira megyek, nem bálba. De engem képvisel. Ugye milyen csinos? Úgy félek, hogy csalódni fog. Maga szokott tetszeni a nőknek? Hello. Wan Shanghao. Wo hangao shi zhenxin? Wo tui deni hanisuai? Komolyan gondolom. Te tudsz kínaiul? Folyékonyan. Amit mondtam, azt ma reggel tanultam meg. Hihetetlen. A kiejtésed lenyűgöző. Köszönöm. Én nagyon bírom a retrót. Á, igen. Mit innál? Egy pohár chardonnayt szeretnék. Elnézést. Jó estét, mit hozhatok? Két chardonnayt, legyen szíves. Igenis. Köszönöm. Boldog születésnapot. Na hát, ez... Olvastad már? Nem. Parancsoljon. Köszönöm. Köszönöm. Elviszem. Csodálatos könyv. És milyen nehezen találtam meg kínai nyelven. Nagyon köszönöm. Örülök, hogy itt vagy.
nem nagyon bíztam benne, hogy eljössz. Ó, tényleg? Mivel soha nem akartál skype-olni velem. Ráadásul telefonod sincs. Hát elég ritka, hogy valakinek nincs mobilja. Furcsának tűnt. De amikor meséltél a barátnődről, éreztem, hogy őszinte vagy. Szóval jó, hogy elmondtam. Te miért a neten keresgélsz? Látszik, hogy nem vagy lány. Soha nem próbáltak meg felszedni éjjel kettőkor egy bárban. Ott tényleg bármilyen őrült az utadba akadhat. Viszont te meg én rendesen megismerkedtünk, és most rendesen randevúzunk. Manapság ez nagy szám. Rögtön megtetszett a stílusod, ahogy írtál, ahogy meséltél magadról. Megnyíltál előttem. Nagyon más vagy, mint a többiek. És a barátnőm nem zavart? Nem. Bűntudatod van? Igen, egy kicsit. Nehéz, ugye? Bocsánat. Nem akarok tolakodni. Nem kell válaszolnod. Nem. Nekem jobb, ha beszélünk róla. Jó, hát akkor megkérdezem, amit még nem mertem. Jó. A halála óta volt már valakid? Nem. Tudod, ilyenkor nagyon nehéz tovább lépni. Egy nap az élet mindent elvesz, amit adott. Csak úgy váratlanul. De ezt már úgy is elmondtam neked. Csak azt mondtad, hogy te vezettél. Igen. Vidékre mentünk néhány napra. A jogsim még friss volt. Egész éjjel szeretkeztünk. Aztán meg akartuk nézni a napfelkeltét a parton. Úgyhogy kocsiba ültünk. Elaludtál az úton? Nem. Nem, rosszabb. A reflektorok fényében megláttam egy mókus családot az úton. Egy anyát és a kölykeit. Olyan picik voltak és aranyosak. Hirtelen elrántottam a kormányt, és ennyi. És amikor magamhoz tértem a kórházban, mondták, hogy napokig kómában voltam. Ő viszont... Ő meghalt. Nem tudom, miért mondom el ezt neked, ne haragudj. Eddig senkinek sem beszéltem a mókusokról. Ne menjünk ki egy kicsit a levegőre. De az jó lenne. Hm.
túl erős kezdés. Vegyem vissza. Ez csak az első randevú. Micsoda szánalmas előadást rendezett, foly! Elég nagy sok volt hirtelen megtudni, hogy özvegy vagyok. Számít az? Nagyon is. Elrángat Brüsszelbe, kényszerít, hogy hazudjak a barátnőmnek meg ennek a lánynak. És most még gyilkos is vagyok. Mi lesz ennek a vége? Ha elmondom, nem jött volna el. Ez így van. Ebből elég volt. Én fizettem, maga eljött, akkor most játszom. Ez szomorú. Nem is érdekli, hogy mit jelent nekem? Csak saját magára gondol, a kényelmére. Ez... Tudja, mit csinálunk? Mit? Most elmegyek sétálni a lánnyal. Aztán megdugom a kocsiban, úgy, hogy maga is nézheti. Eleget kap a pénzért. Párizsban hol laksz? Ó, ez bonyolult. Mivel fél évre elmentem Kínába, kiadtam a lakásomat. Úgyhogy most hol itt alszom, hol ott. Mint egy csöves. Ígyunk még valamit? Igen. Jó. Nem baj, most azonnal megcsókollak. Látlak újra. Vagy még idő kell? Nem tudom. Már nem. Csalódtál? Nem. Én is nagyon rég szeretkeztem már. És én is elveszítettem valakit. Nem is tudom, mikor éreztem magam ilyen jól utoljára. Tudom, hogy te megértesz. Még a sztorit sem kapom meg a pénzemért. Hagyjon egy kicsit aludni. Flora oda volt. Ez nagyon jót tett nekem. Az első randevú még az én koromban is izgalmas. Megnyílik előttünk valaki másnak a világa. Talán ez az életben a legszebb dolog. Nem hittem, hogy még megesett velem. Felvittem a szobámba. Szóval nem a kocsiban dugtak? Beszélgettünk. Érzékeny lány. Intelligens. Nagyon kedves. Nagyra értékeli, amiket írtak egymásnak. Igen, a maga kis hazugságait. Rég szeretkezett utoljára. Nagyon izgatott volt. És szenvedélyes. Fönt a szobámban váratlanul rám vetette magát, megcsókolt, gombolni kezdte az ingemet, bocsánat, a maga ingét. Jó, köszönöm, ennyi elég is lesz. Maga akarta, hogy meséljek. Mi ütött magába?
Túl messzire ment, most mit gondoljak magamról? Rögtön lefeküdni valaki? Ugyan, ha nem teszem, akkor az gyanús lett volna. Ez a 21. század. De nem így egyeztünk meg. Ki használta a helyzetet? Én fizettem magának a munkáért, erre az maga... Az exe meghalt. Ezért történt, hogy... hogy a maga hazugságai annyira megragadták. Ennyi. Nem hazugság volt. Részemről. Bántja a dolog? Többé ne kérjen ilyesmire. Nem fogom. Nem találkozom vele újra. És ne is beszéljen róla. Az óráknak is vége. Becsületére válik, hogy nem árulja el apám titkait, de ugye megérti, hogyha nyugtalankodom? Nem kell, minden rendben. Ah, akkor miért? Miért nem tudhatjuk, hová mentek? Miért nem mondta apám, hogy maga elkíséri? Pierre-nek is megvan a magánélete. Ez érthető, már nem gyerek. Az állandó felügyelet megalázó neki. Hagyja élni egy kicsit. Ő maga zárkozik be 2 éve. Vásárolnunk kell neki. Átnézni a hűtőjét, hogy meg nem érgezze magát. Majdnem elzáradtuk nála a gázt is. Akkor most miről beszél? Mi ez a szöveg a magánéletéről? Engem akarnak kikészíteni? Minden olyan gyorsan történt közöttünk. Most újra itthon vagyok, és nem tudok aludni. Annyira felkavart a találkozásunk. Emily halála után... úgy éreztem, örökre kihűlt a szívem. De most újra dobog, érted, Flóra? A tudat, hogy te se szeretkeztél már évek óta, hihetetlenül izgalomba hozott. Nagyon rámenős voltam. Ez nem jellemző rám. Remélem, nem sokkoltalak vele. Nekem nagyon jó volt. Valóban nagyon rámenős voltál. De ez egyáltalán nem sok. Az élet rövid, és annyi mindent meg kell tanulnunk az ösztöneinkről és a vágyainkról. Koplerájba vitted? Nem mondhatom el. Nekem elmondhatod, nem tudja meg. Nem tehetem ezt vele. Szemét vagy. Valahogy semmire sem tudok koncentrálni. Újra kamasznak érzem magam. Éjjel-nappal rád gondolok. Hiányzol, bár alig ismerlek. Szeretnélek meglátogatni a hétvégén. Szerinted lehetséges? Ha igen, tudsz ajánlani egy szállodát? Flóra, boldog lennék, ha láthatnálak a hétvégén. Eljöhetnél a nagypapámhoz. Most épp nála lakom. Majd meglátod, csodálatos ember, vicces és nagyon bölcs. Fiatal tudott maradni. Vele mindent meg lehet beszélni. Tökéletesen megbízom benne. Meséltem neki rólad, és szívesen találkozna veled. Annyira izgatott vagyok, hogy pénteken láthatlak. Szeretném hallani a hangodat, érezni a bőrödet. Szeretkezni veled. Az első éjszakánk olyan intenzív volt, hogy egy kicsit félek a következőtől. Nem akarok csalódást okozni. Én is nyugtalan vagyok. De ne féljünk megszabadulni a fantomjainktól, és felfedező útra indulni oda, ahová a vágyaink vezetnek. Készen állok mindenre. Mondd el, mit súg a képzeleted, és megleplek.
Halló, nagypapi. Itt Juliet. Itt vagyok a kapud előtt. Én is sokat gondolok rá. Hiányzik. Borzasztóan. És mi van a te szerelmeddel? Ez elég bonyolult. Nem lesz tartós, nagyon mások vagyunk. Én mindig pörgök, ő pedig csak úgy el van. Nem csinál semmit, művésznek tartja magát. Művész? Az még nem baj. De Dávid jobban illet hozzám. Anya mondta, hogy elutaztál. Igen. De nekem is lehetnek kis titkaim. Egy letépet fül, egy égési seb, egy kibelezett hulla. Iszonyú erőszakos. Ez kell nekik. Nem én akartam. De nem kell elolvasnod. Fúj, tocsog a vérben. Más nem kaphatnál csak ezt a véres mészáros sorozatot? Nem tudom. És nem is fizetnek. Jaj, hagyd már abba. Aztán jobb, amit te csinálsz. Én kapok fizetést. Nem nagy dicsőség fizetést kapni azért, hogy harcolj a generikus gyógyszerek ellen. Mindenki tudja, hogy működik a gyógyszerlobbi. Úgy, mint a fegyverkereskedelem. Mi ez a hülyeség? Mi ütött beléd? Unalmas vagy. Mondd, mit képzelsz? Elolvasom a hülyeségeidet, te meg sértegetsz? Nem sértegettelek. Csak szembesítettelek valamivel, amit nem látsz, az más. Te nem tiszteled a munkámat. Hogy nem tisztelem? Hülye duma! A nagy írót nem szabad kritizálni. Még akkor se, ha szart ír! Az 5377-es számú vonat Brüsszel midi pályaudvarra azonnal indul. Kérjük az ajtóknál vigyázzanak. Jó napot! Jó napot! Rendben van. Köszönöm. Hogy jöttél be? A kulcsommal, vagy 10-szer csöngettem. Szóval akkor jobban van a hátad? Hol jobban, hol rosszabbul? Juliet mesélte, hogy kibékültetek. Nem is voltunk haragban igazán. És hogy porszívózol? Vendéget várok. Tényleg? És ki az? Az csak rám tartozik. Megismerkedtél valakivel? Igen. Ahogy mondod. Őrület. Elég váratlan az én koromban. És hol találkoztatok? Az interneten. Tényleg? Egy társkereső oldalon? Igen. Részben a te érdemed. De... De micsoda? Hogy hívják? Flora. Brüsszelben él. Várj. Várj. Hogy tetszik? Hány éves? 31. Igazad volt, az internet csodás. Ma érkezik? Igen. El is kell mennem vásárolni. Na és mivel foglalkozik? Gyógytornász. Nem akarlak kirakni, de kicsit elcsúsztam mindennel. Köszönöm. Azért vigyázz, jó? Mire vigyázzak? A szívedre, a hátadra. Egy kicsit fura ez az egész. Jó, ne aggódj. De igen, aggódom. Ha egy ilyen nő érdeklődik egy idősebb úr iránt. Ugyan, butaság. Minden nagyon jól ment Brüsszelben. Fiatal nők is vonzódhatnak öreg férfiakhoz. Alábecsülöd a csáverőmet. De azt mondtad, hogy 3 kell belőle. Jó, mindjárt megnézem. Itt van egy. Köszönöm, viszontlátásra! Halló, Alex, itt Juli. Azért hívom,
mert most jövök apámtól, és kiderült, hogy egy fiatal nőt vár hétvégére, akivel az interneten ismerkedett meg. Gondolom, hogy maga figyelmeztette apát, hogy vigyázzon, de a nő ma este érkezik, és nagyon aggódom. Biztos, hogy apa pénzét akarja, vagy ilyesmi. Ha vissza tudna hívni, annak nagyon örülnék. Köszönöm! Jó napot. Pierre vagyok. Mondja, jól utazott? Vieni qui. Vieni qui. Dimmi se anche tu come me. Mi jó napot? Jó napot. Maga Alex nagyapja, gondolom. Igen. A nevem Pierre. Alex még nincs itthon. Jöjjön be. Ne, köszönöm. Mondja, jól utazott? Igen, köszönöm. Megmutatom Alex szobáját. Jó. Jaj, nem. Majd én viszem. Jó, Emily. Alex beszélt róla? Igen. Amikor meghalt, szegény Alex, nem akart enni, nem ment sehová. Azt hittük, örökre elvesztette az életkedvét. És ők kicsodák? Ők ott Szilvia, a lányom, és Juliet, az unokám. Tehát Alex anyja és húga? Igen. Egészségére. Egészségére. Sushit rendeltem. Szereti? Igen, nagyon. Kivel találkozik Alex? Azt hiszem, kutatókkal. Nem tudom, meddig fog tartani. Ezért rendeltem sushit. Gondoltam, az legalább nem hűl ki. Elmeséli, hogyan ismerkedett meg Alexszel? Az interneten. Ez elég banális, nem igaz? Ez az első ismerettsége interneten? Az én generációmnak ez szinte sci-fi. Volt néhány félre sikerült ügy. De most érzem, hogy ez valami más. Miért más Alex, mint a többiek? Hát először is romantikusabb. Sokkal mélyebb. És őszintébb is. Tudja, rögtön megtetszett a stílus, ahogy írt nekem, és
a rejtélyessége is. Meg a sok kis figyelmesség, mielőtt találkoztunk. Biztos a sushi. Majd én megyek. Maradjon csak. No hát, már is. A nagypapád azt mondta, csak később jössz. Jól vagy? Igen. Igen? Olyan aztán. Kösz még, nagyapa? Ne, köszönöm. Nincs oda a sushiért. Azelőtt mivel foglalkozott? Vulkanológus volt. Uh-huh. Egész életében a világot járt, a kitörésekre vadászott. Etna, Vezúv. Kiskoromban teljesen elbűvölt a dolog. Azt meséld el, amikor úszva menekültél. Amikor úszva menekültem? A vulkán kitörés elől, Polinéziában. Á, igen, tényleg. Váratlanul ért minket a dolog. Tudja, a vulkánok elég szeszélyesek. Mesélj el! Gyerünk, nagyapa! Tinga szigetén történt. Akkor már napok óta figyeltük a vulkán aktivitását. A Manam. Ez volt a neve. Elég. Sokat füstölt. Aztán tonna számra lőtte ki az olvadkőzetet. Igen. És aztán? Aztán a csapatommal együtt a partra futottunk, a vízbe vetettük magunkat, és úsztunk. Úsztunk a legközelebbi szigetig. Először észre se vették, hogy cápák veszik őket körül. Te jó ég! Szerencsére nagyapa még fiatal volt, és jól úszott. Most már biztosan felfalnak. Borzasztó lehetett. Az volt. Nem tartozik a legszebb emlékeim közé. Nagyon féltünk. És amikor kimentetted a fiút az égőbuszból, az hol is volt, nagyapa? Indiában. Jól van? Igen. Artózis. Igen. Érzem, hogy nagyon jót tesz. Köszönöm, Flora. Igen, ott. Igen. Hiányzik? Nem, már nem. Modell volt? Nem, újságíró. A kép akkor is fantasztikus. Nem baj, hogy ráderöltettem nagyapát? Nem, nagyon kedves ember. Nem így terveztem a napot. Tervekről jut eszembe. Meglephetlek? Minden jól? A francba, szívrohamot hoz rám! Sikerült a meglepetés? Hogy maradhatott vele kapcsolatban Brüsszel után? Rohadt undorító! Én végig kapcsolatban voltam vele számítógépen. Ennek véget kell vetni. Miért van úgy oda? Nem akarta látni többé. Az én nevemben ír neki. Maga meg az én nevemben dugja. Haó! Mit kerestek itt? Hű, de jól nézel ki. Úgy látod? Igen. Megyünk is, csak meg akarjuk ismerni a hódításodat. Sajnálom, próbáltam lebeszélni, de te is tudod milyen. Nincs itt? Alszik. Azért meghívsz egy kávéra?
Én... Ugye, ha az csak egy perc. A te korodban ez hihetetlen. Anya! Mi az? Hát, legalábbis meglepő. Anyádat zavarja. Hát nem, dehogy. Csak... tudod... Azt hiszi, Flora a pénzemre hagy. Váratlanul ért. Egy ilyen csinos fiatal nő. Az ember azért eltöpreng. Jó reggelt! Szilvi, a lányom, és Juliet az unokám. Kíváncsiak voltak, látni akartak téged. Jó napot! Jó napot! Kikér croissant? Koklikónál vettem. Rüzijéké nem jó, túl vajas. Tudom, hogy Juliet a vajasat szereti, de nem tudottam előre, hogy jönni fog. Úgy hallom, hogy maga gyógytornász. Igen, nemrég nyílt meg a rendelőm. És az interneten ismerkedtek meg? Igen, igen. Lehet, hogy ez egy kicsit... Nem. Manapság már rengetegen ismerkednek a neten. Minden esetre nagyon praktikus és romantikusabb, mint hinnénk. Az az előnye, hogy megismerkedhetünk, mielőtt találkoznánk. Közös pontokat kereshetünk. Nem a külső dönt el mindent. Bár bevallom, ilyen szempontból is kellemes meglepetésért. Gondolom, hogy maguknak ez egy kicsit bizarr. Egy kicsit. Igen, megértem. Ha valaki ilyen hirtelen távozik, nehéz elképzelni, hogy az életben maradt társ mindent újra kezd. Soha eszünkbe se jutott. Még egy kis kávét? Igen, köszönöm. De olyas valakit keresett, aki... aki... Ha senki nem kér croissant, én megeszem. Maga brüsszeli, ugye? Igen. De tegeződhetnénk. Ha akarod. Elnézést, én nem akarok indiszkrétnek tűnni, de mégis érdekelne, hogyan... Na, mi ez a vallatás? Ha mi ezt csináltuk volna, amikor bemutattad Bernárt, mit kaptunk volna? Igen, Bernárra most a apám. Á, értem. Jó reggelt. Itt az anyukád és a húgod. Hogy? Anyukád és a húgod? Beugrottak, hogy megnézzenek engem. Menj, köszönj nekik. Tessék, micsoda? Épp reggeliznek a nagypapáddal. Kedvesek. Vagyis eleinte tartózkodók voltak, de... Nem zavarok. Elmegyek zuhanyozni, hogy kinézzek valahogy. Köszönj nekik! Inkább ez legyen, vagy inkább ez. Már nem tudom eldönteni. Talán jobb a sárga. Menj már! Van croissant is! Jó, minden megvan. Mindjárt jövök. Kész még kávét? Nem, köszönöm. És te? Igen. Jó reggelt. Alex összeveszett a barátnőjével, befogadtam pár napra. Vegyél csak, maradt még croissant és kávé, tessék. Köszönöm. Bocs, sajnos nincs törölközöm. Mindjárt adok egyet. Yeah.
Alex. Nincs mit mondanod? Már 2 napja nem jelentkeztél. Miért nem írtad meg, hogy hol vagy? Alex! Mondj, jól van? Miért csinálod ezt? Várjon, ez szemétség. Mutassa, hol? Itt? Itt? Megsértődsz, eltűnsz, nem üzensz. Miért csinálod ezt? Igen, folytasd! Vagy inkább itt? Ott. A francba mondj már valamit! Nem lehet szó nélkül eltűnni. Jól fogom? Ha le akarsz lépni, menj csak nyugodtan, de mondd a szemembe! Ott, ez most így jó? Ott. Itt? Menjünk! Jó. Ne hagyd abba neki! Üdvözöljük apát! Akkor gyere a cuccodért, amikor nem vagyok ott! Így jó? Elmész. Ki kell kísérni Florát a vonathoz. Igen, de én megyek. De el kell búcsúznom. Itt is lehet. Jót tenne, ha kimozdulnék. Nagyon örülök, hogy megismertelek. Boldog vagyok, hogy megismerettelek. Viszlát! Hatos kocsi. Mindjárt meg lesz. Ezután jön. Jó napot, kérem a jegyet. Rendben van, köszönöm. Akkor... Jó estét. Na mi van, ide költözöl? Csak ideiglenesen. Meg se kérdeztél. Eddig persze jól jött, hogy itt vagyok. És Juliet? Ő se zavar? Az én kicsikém. Nem ezt érdemelt. Nagyon fáj, hogy nem mondtad el. Drog, prostitúció, szekták, elég elcsépelt. De ez kell nekik. Nem volna kedved mást írni néha? Például mit? Személyes dolgokat. Amilyen a kiadott novellád. Most az a fő, hogy megéljek valamiből. Már megbocsáss, de eddig nem kerested halálra magad. És nem hinném, hogy szerződést kapsz ilyen ózsdi vacakért.
Nem válaszol. Ez nagyon furcsa. Lehet, hogy történt vele valami. Remélem, élvezte a hétvégét. Ezt be kell fejezni. Beteg dolog. Te jöttél vissza, nem? Mit mondtál volna neki, ha nem jövök? Együtt aggódtunk volna, hogy hova lettél. És közben összebarátkoztunk volna. Mit csinált Flora a pályaudvaron? Elrohant. Tényleg elrohant tőled? Késtünk. Mondta, hogy szeret? Nem. Változott a világ, Pierre. Senki nem mondja néhány együtt töltött nap után a peronon, hogy szeretlek. Tudom, ma előbb jön a szex, utána a beszéd. Amúgy milyen volt Flora meglepetése? Nem tetszett? Hozok egy kis borsot. A szexuális problémáid vannak, nekem elmondhatod. Mind mások vagyunk. Más ízléssel is... Nincsenek ilyen gondjaim. Akkor mondd el, milyen volt. Az első alkalommal elmeséltél mindent részletesen és lelkesen. Visszatartod az információkat, ezen vezet jóra. Hagyd abba, Pierre. Stalingrád megálló. De nem hiszem. Na jó, mennek. Hello! Szép estét! Legyél kicsit magabiztosabb. Mondtam már, hogy mindig olyan legyőzöttnek látszol. Nem bízol magadban. Ez a te problémád. Gyönyörű románc volt köztünk Florával, de te mindent elrontottál. Alex! Alex! Elektronikus menetjegy, Párizs, Brüsszel. Ötven egyes vonal. Ide. Nem vagy Kínában? Csak pár napra jöttem. Jól vagy? Igen, igen. És te? Örülök, hogy látlak. Pierre-rel találkoztam volna. Te is? Én is. Nincs itthon. Iszunk valamit? Rendben. Miért egyedül akartál jönni? Miért nem szóltál? Miért rázol le csak úgy? Én hódítottam meg Florát. Mert ez így nem megy. Féltékeny vagy? Szerelmes belém. Komolyan? Látni se akar.
Nem vagy elég jó neki. Hát mi a jó neki? A te késóvár üzeneteit? Kétszer is lefeküdtél vele, mégse akar látni. Ez a valóság, nézz szembe vele. Nem passzolsz hozzá testileg. Mert te passzolsz hozzá testileg, igaz? Ha megjön, elmondom neki az igazat. Bár nem lesz tőle boldog. Jó, mondd csak el, meglátjuk, kit választ. Remélem, én is ilyen leszek 80 évesen. Nem kell olyan sokáig várnod. Sajnálom, Flora. Azt hiszem, szeretlek. Tényleg szeretlek. Tudom, túl gyorsan ment, de nagyon erősek az érzéseim. Talán egy kicsit nyersnek, és régi módinak tűnök. De szeretem az igazi románcokat. Szóval, ha ez neked nem komoly, hanem csak egy internetes szórakozás, akkor most fejezzük be. Szeretném, hogyha őszinte lennél. 18 voltam, amikor megismertem Benoit. Rögtön működött köztünk a dolog. 10 évig folyton együtt voltunk. Azt gondoltam, ez hihetetlen, hogy rátaláltam a sok millió férfi közt. Benoit-val minden 100-szor intenzívebb és izgalmasabb volt. Néha eltöprengtem, hogy egyáltalán hogy tudtam nélküle élni. Úgyhogy amikor beteg lett, nem is mondta el. Nem tudta, hogyan. Mire megtudtam, már nem sok ideje volt hátra. Valami eltört kettőnk közt, mielőtt meghalt. Haragudtam rá, amiért rákos lett. Azt hiszem, szüksége volt rá, hogy saját akaratunkból szakítsunk, ne az a rohadt betegség válasszon el minket. Miután meghalt, úgy éreztem, soha többé nem leszek szerelmes. Aztán egy nap egy férfi elmesélte, hogy ugyanezt élte át. Rögtön segíteni akartam. Olyan volt, mintha rég ismernénk egymást. És hirtelen újra volt erőm. Szeretni. Sajnálom, Flora. Amikor találkoztunk, nem gondoltam, hogy így alakul a dolog. Akkor épp volt valakim. És csak segítettem Pierre-nek. Nem terveztem, hogy lefekszem veled. De nem tudtam megállni. Szerelem volt. Első látásra. Mindketten beléd szerettünk. Thank you.
Ez jó. Tényleg jó. Beleillik a sorozatba. Ugyanakkor nagyon eredeti. Igen, ahogy az internettanára darabokra vágja az öregembert. Nagyon erős, komolyan. Persze, még rendesen ki kell dolgozni. Igen. Most kezdődik az igazi munka. Halálra foglak üldözni, amíg tökéletes nem lesz. Igen. Üdv nálunk. Boldog szülinapot, Alex! Boldog szülinapot! Köszönöm. Nagyon szép. Tessék, Pierre-től és tőlem. Köszönöm. Mi lehet ez? Persze. Tetszik? Igen, igen. Köszönöm. Megyünk? Már lefeküdtek? Jó ét, Pierre. Itt csak meg nyugodtan. Jó ét. Pierre? Ez egy kicsit furcsa. Ez az első internetes randevum. Magának? Na hát, pontosan olyan, mint a fényképeken. Maga aztán nem köntörfalasz. Kapd el, Pierre! Ne, az én koromban már kár az időt vesztegetni. Mindig elkápráztattak a kínaiak. Tudja, annyira vidámak, annyira bölcsek, és a kultúrájuk nagyon gazdag. Uh-huh. És persze nagyon nyitott. Ó, igen. Ez a könyv arra szolgált, hogy elvigye a változatosságot a legeldugottabb faluba is. Ajándék volt a népnek, hogy ösztönözze az erotikus fantáziájukat. Igen. Lapozgassa, csak nagyon inspiráló. Köszönöm. Pierre Richard, Szocsvai László. Janis Lesper, Fehér Tibor. Fanny Valette, Pálmai Anna. Stefan Bissó, Hegyi Barbara, Stefani Créancourt, Ligeti Kovács Judit. További magyar hangok. Bernard Faragó András, Dávid Kardos Róbert, Mari Zsúrs Kati, Simon Kocsis Dénes, Martin Nemes Takács Kata, Duszett Bogdányi Titanilla, Karolin Gyöngy Zsuzsa, ápolónő Peller Anna, Dofin Varga Gabriella, producer Cvetkó Sándor. Magyar szöveg Pallinger Emőke, Vágó Pilipár Éva, hangmérnök Polica Imre, gyártásvezető Újréti Zsuzsa, szinkronrendező Aprics László. A szinkron az ADS Service Kft. Megbízásából az SDI Media Hungary stúdiójában készült.
Produkciós vezető Szép Erzsébet. Forgalmazza az ADS Service Kft.